A Baranya megyei Babarcra 1698 és 1752 között 318 német család érkezett, akik közül 141 család rövid időn belül tovább vándorolt. A falu kezdetben két utcából, a Magyar és a Sváb utcából állt, és ennek megfelelően két falu részről beszéltek, azaz a Magyar és a Sváb faluról. A rajnai frank nyelvjárást beszélő németek a falu nevét Bavarcra fordították. A II. Világháború után a németeket kitelepítették, helyükre felvidéki magyar telepesek érkeztek. A babarci svábudvarban a falu történetével is megismerkedhetnek a látogatók. Képzeljétek el, hogy ez a ház több, mint 230 éves. Az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok. Az olyan sok, hogy a ti nagymamátoknak a nagymamája körülbelül akkor élhetett, amikor ez a ház épült, úgyhogy nagyon-nagyon régen, és arról is fogok nektek mesélni, hogy kik éltek ebben a házban. Képzeljétek el, hogy nagyon régen, Németország területéről, a Rajna mentéről, ami egy nagy folyó, német családok elindultak, és Magyarországra jöttek. Azért jöttek Magyarországra, mert ott, ahol éltek, kevés volt a föld, nagyon gyakran volt háború, és nagyon szegényen éltek. És megpróbáltak, szerencsét próbáltak, úgy, mint a mesébe, a szegény ember, igaz? Elindult szerencsét próbálni, hát ők is ugyanígy elindultak szerencsét próbálni, ezek a német férfiak és nők, és eljöttek Magyarországra, de ez nagyon messze van, több mint 1000 kilométerrel le van tőlünk. És enni és inni valót is vittek magukkal, sőt a kis állatkáikat is vitték, ha volt nekik. És képzeljétek el, hogy volt olyan, aki gyalogszekéren indult el, de a legtöbben, tudjátok, hogy mivel jöttek ide Magyarországra? Gyalog is volt, de a legtöbben, képzeljétek el, hajóra szálltak. Úgy hívták ezeket a hát tutajokat tulajdonképpen, hogy Ulmer Schachtel. Ezekre felszálltak, és ezeken a hajókon, tutajokon jöttek le a Dunán, és a Duna mellett, amikor megállt a hajó, akkor ott bizonyos helyeken kiszálltak, és azokban a falvakban, amik itt Magyarországon üresen álltak, elnéptelenedtek, azokba költöztek. És tudjátok, azért voltak üresek ezek a falvak, ilyen volt Babarc is, mert előtte a törökök feldúlták az országot, nagyon sok falu kiné elnéptelenedett, és ezért szükség volt arra, hogy újra lakosok jöjjenek, akik megművelik a földet, és újra élet legyen Magyarországon is. Hát így érkeztek ide Babarcra, 1700-as években az első német telepesek. Amikor megvásároltuk 2014-ben a házat, akkor több minden volt a házban, a padláson, a szobákban, amiket felhasználtuk tulajdonképpen a tájház berendezésénél, de kaptunk tárgyakat szomszédokból is, babarci lakosoktól is, és az ide érkező vendégek is nagyon gyakran megkérdezik, hogy elfogadunk-e más falvakból is gyűjteménybe tárgyakat, ruhákat, és mi mindig örömmel azt mondjuk, hogy igen, természetesen örülünk neki, ha kapunk ilyen felajánlásokat. Itt egy nagyon régi babarci sváb család élt, és ők Budapestre, Pécsre költöztek, és sokáig kötődtek érzelmileg a házhoz, nagyon nehezen adták el, és 2014-ben vásároltuk meg tőlük ezt a házat, és azt gondolom, hogy azóta is nagyon örülnek annak, hogy ebből a házból, az ő szülőházukból egy német nemzetiségi tájház lett. Képzeljétek el, hogy ezt az első szobát azt alig használták. Mert az volt az a szoba, amit csak ünnepnapokon, vagy ha vendég jött, vagy ha kisbaba született, akkor használtak. Úgyhogy itt a konyhában, meg ebben a szobában heten éltek, és akik itt laktak, azok mesélték nekem, hogy ők gyerekkorukban mindig itt a küszöbön ültek és itt tettek, ahol most a lányok ülnek. Pontosan így ültek itt
három testvér volt, és ők ugyanígy. És bizony ebbe a kis konyhába, ami nem csak konyha, hanem képzeljétek el, hogy ez volt a fürdőszoba is. Mert régen nem volt fürdőszoba külön, meg itt víz sincs bevezetve, a kútról hozták onnan kintről a vizet, és ott az ajtó mögötti mosdóba mosakodtak, és itt pedig ugye főztek, és itt tettek. Babarcon a legfőbb gazdasági tevékenység a szőlőművelés volt, és az állattartás is jelentős szerepet játszott. A Svábudvarban a szőlészethez és az állattartáshoz kapcsolódó eszközökkel, használati tárgyakkal is megismerkedhetnek az érdeklődők. A program végén frissen sült sváb kiflivel kínálják meg a látogatókat.